Másfél hete fogtak el a vármegyei rendőrök nyíregyházi otthonában egy nagykálói férfit, akit azzal gyanúsítottak meg, hogy kábítószert árult. Épp eladás közben törtek rá. Őrizetbe vették, majd a bíróság elrendelte előzetes letartóztatását. A vádat ebben az ügyben is az ügyészség képviseli. Martosi György vármegyei főügyész 35 perc című műsorunkban a tavalyi évvel kapcsolatban úgy fogalmazott, tudták teljesíteni azokat az elvárásokat, amelyeket a jogszabályok és a leg Fő meghatározott. Az elmúlt 3-4 évet mindig valamilyen veszélyhelyzet, valamilyen havária vagy pandémia határozta meg az ügyészség működésében is. Ebből a leghosszabb ideig a koronavírus fertőzés maradt velünk és volt velünk, és emiatt nem lehetett aztán személyes részvételű összejöveteleket, értekezleteket tartani. Ebben az évben már a legfőbb ügyészség is megszüntette azt a védettségi szintet, ami még rendelkezésre állt az ügyészségen, és így tulajdonképpen meg tudtuk ezt azért értekezletet tartani. Legfőbb ügyész úr személyesen tisztelte meg a jelenlétével az értekezletünket, és elmondta azt, hogy minden szakterületen, mind a büntetőjogi, mind a közjogi szakterületen meg van elégedve a főügyészség teljesítményével és munkájával. Tudtuk hozni azokat a mutató számokat, amelyeket egyébként mind a jogszabályok meghatároznak számunkra, mint pedig a legfőbb ügyészség meghatározott. Martosi György vármegyei főügyész azt is elmondta, hogy az összes ügy körülbelül 30%-a nem kerül bíróság elé, hanem még ügyészi szakban megoldódik. A ténylegesen bíróságra került ügyek 60-65%-át valamilyen gyorsított eljárásban tárgyalják, így a normál klasszikus tárgyalások az összes ügy körülbelül 20-25%-át teszik ki. szabolcs már Bereg vármegyében 2022-ben 100 megvádolt személyből 98 esetében a bíróság a váddal egyező ítéletet hozott, mondta el a főügyész, hozzátéve, hogy ez az arány megfelel az országos átlagnak. Az ismerté vált bűncselekmények száma csökkent az előző időszakhoz, tehát 2021-hez képest egy olyan 10%-kal, de még így is nagyon magas, tehát a 100 ezer főre jutó bűncselekmények száma az olyan 1700 körül van megyénkben. Ez azt jelenti, hogy a bűnözés szempontjából fertőzöttebb régióiba tartozunk az országnak. A főügyész elmondta, ha Budapestet nem számoljuk, akkor Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye új zemplén után a második helyen áll a bűnelkövetések számát tekintve. Ebben szerepet játszanak az illegális határátlépési bűncselekmények is korábban is jelen volt az embercsempészés, de nyilván más célnal az Unióba bejutni, munkát szerezni az Unióban, esetlegesen egészségügyi TB ellátást szerezni. Most azonban kifejezetten a háború elől menekülve, illetve mivel ukrán oldalon korlátozásokat vezettek be, főleg ugye a hatköteles férfiak tekintetében, tehát az ő esetükben vált hangsúlyosabbá az embercsempészés. De meg lehet említeni például, ami megyénkre jellemző bűncselekmény típus, ez a bizonyos emberkereskedelem, amikor fiatal nőket, lányokat prostitúcióra kényszerítenek, és akár az országon belül, akár Nyugat-Európában mondhatni adják, veszik őket, és kényszerítik erre a tevékenységre. A Németországig, vagy épp Hollandiáig és Belgiumig is elérő embercsempészet mellett az alkohol és cigaretta csempészettel összefüggő bűncselekmények száma is itt az egyik legtöbb az országban. Emellett a főügyész elmondása szerint továbbra is magas az ittas vezetők száma. A vármegyei főügyészség feladatköréhez tartozik továbbá a büntetés végrehajtási intézmények felügyelete is, ahol amint egy 1200 elítélt fogvatartása során éves szinten több ezres nagyságrendű ügy keletkezik.